1913. július 31-én született. Ő volt a legfiatalabb a családban, két nővére és két bátyja volt, akik felnőttek lettek, még volt több testvér, de hát azok pici korukban meghaltak. Itt Tolnán született. Az általános iskolát, elemi iskolát itt végezte Tolnán, és mikor az befejezte, akkor a tanítói azt javasolták, hogy engedje el a nagymamám tanítóképzőbe. Kollégiumba is tanító legyen belőle, de a nagymama nem engedte el. Nagymamám barátnője volt a Róth János fényképész feleségének. Tehát az itt volt Tolnán fényképész, a Róth János bácsi. És talán ennek hatására lett az apu fényképész. Fölkerült Pestre, és ott ilyen tanonciskolába járt. És nagyon jó nevű, Szevcsik nevű fotós volt a tanára, és hát ott elvégezte az ipariskolát. 27-ben lett segéd, és 30-ban szabadult föl teljesen, tehát akkor ő kapta meg a diplomáját. A Deák Ferenc utca 2 szám alatt volt az első üzlete. Ez egy Lövi Mihálynak volt egy rőfös üzlete az utca felől, és bent az udvarba, tulajdonképpen egy udvari lakásba, ott volt az első fényképész üzlet. Ott volt 1950-ig, amíg azt mondták, hogy nem maradhat már ott. És nagyon, nagyon fellendült az üzlet. Tehát nagyon sok helyre járt ki, vidékre is fényképezni, iskolákba, óvodákba. Hát szerintem mindenkit lefényképezett, aki arra járt. 45 nyarán, amikor a visszavonulás volt, akkor 45, igen, akkor fogságba esett, orosz fogságba esett, és 47. szeptember 27-én jött haza. Úgy emlékszem, hogy így volt, szeptember vége felé jött haza. Az üzletet teljesen földúlták az oroszok, mindent kidobáltak, úgyhogy a háború előtti felvételekből nagyon minimális dolog maradt meg, de azt mesélték sokan, hogy az utca tele volt Tomecskó képekkel, annyira szétdúlták. 56 az egy borzasztó év volt, ugye? Volt a Dunaharaszti földrengés, akkor egy kisfiú volt a családnál, hát ilyen bérbe addig, míg fölépül, míg a család összeszedte magát. Aztán jött az 56-os jeges árvíz, a rengeteg felvétel, hát legalább 200 felvétel van itt a szekrényben. És akkor jött 56. Élelmiszert vittek föl Pestre teherautókkal, sokan Tolnáról is, és az egyik teherautón ő is ott volt, és hát fényképezőgéppel a nyakán, és hát rengeteget fényképezett. Ezeket a fényképeket jól elrejtette, nagyon későn találtuk meg őket, és szerintünk van olyan is, amit nem biztos, hogy ő fényképezett, hanem úgy ő jött talán be az üzletbe. De hát ez nagy szenzáció volt akkor, amikor azt mondta, hogy na most már megnézhetitek. Hát ez már, igen, csak felnőttek voltunk. A negatívok azok szerintem még most se kerültek elő. Nem tudom, hogy az utókor hogy fogja megőrizni, vagy hogy tudja megőrizni, főleg ebben a digitális világban már a fényképeknek nem sok értékük van. Nagyon kevesen értékelik úgy a fényképeket, ahogy mi értékeltük. Hát nem akarok túlzásba esni, de hát 1200-1500 fénykép biztos van itt a szekrényekben jobbra-balra, és sajnos nincsenek rendszeresítve. Amikor egyszer-egyszer úgy rendbe hozom, akkor valaki kér valamit, és akkor elkezdem keresni, és akkor megint összekeveredik az egész világ. Úgyhogy szerettük az apánkat, azt hiszem.